A tavalyi peronoszpóra járványnak azért itt is lehet látni egy-kettő betegebb részét, mondjuk ez a viszonylag jól átvészelt ültetvény volt. A tavalyi év a peronoszpóra járvány miatt nehéz volt a Tolna vármegyei szőlőtermelők számára. Bősz Adrián azt mondta, a decemberi nagy mennyiségű csapadék viszonylag elosztva hullott, így le tudott ázni a talaj. Ez idén nyáron pozitívum lehet. A januárunk viszonylag enyhe volt és csapadékmentes, ezáltal egészen előre haladott a borvidék szőlőben a borvidék szőlőinek a metszése. Azt mondom, hogy nagyon szépen és nagyon jól állunk, talán még egy kicsit jobban, mint ahogy minden eddigi vagy az utóbbi években eddig tartott a borvidék. Úgyhogy a szőlő metszési munkálatai már nagyon szépen állnak. Az elnök az idei bor eladásokkal kapcsolatban optimista, azonban a piaci nehézségek kihívásokat állítanak a termelők elé. Az utóbbi éveknek az áremelkedése, a gazdasági nehézségek, ugye, hogy kevesebb pénzből, vagy legalábbis jobban megfontoltabban gazdálkodnak az emberek, és ugye a bor azért sajnos egy olyan termék, ami nem egy hétköznapi dolog, hogy minden nap szükség van rá. Mi szeretnénk, hogyha beépülne ugyanúgy a hétköznapi életbe egy normális fogyasztási szinten, tehát, hogy nem az alkoholizmus irányában, nem csak a hétköznapi fogyasztásban egy-két pohár bor azért bele kellene, hogy férjen. A borászok a termékeket próbálják a lehető legkisebb környezeti lábnyommal előállítani, ehhez hozzá fog járulni majd az újonnan bevezetett üvegvisszaváltási rendszer is. Maga a göngyölegünk ugye egy pozitív felhasználás újrahasznosításra kerül, ezt abszolút üdvözöljük. Azért viszont az ezzel járó egyéb adminisztratív munkák, papírmunkák, meg ezek a nehezítések, amik most jöttek, ez viszont abszolút a borászatoknak egy nehéz kívásokkal teli időszakot jelent, mert azért ez teljes embert kívánt, tehát nem olyan egyszerű ezeknek a rendszereknek jelen pillanatban megfelelni, de hát nyilván törvény az betartjuk, úgyhogy meg fogjuk oldani ezt a részt is. A borvidéken belül a Szekszárdi hegyközségben jellemzően több a családi borászat, a Bátaszék térségi hegyközségben pedig zömmel, szőlőtermesztéssel foglalkoznak az előállítók.